estét kívánok! Remélem, hogy mindenki jól van. Drága egybegyűltek, mindenkinek jó estét kívánok. Most kapcsolódik be. Folytatjuk a szokásos kis tanulásunkat. És kérem tisztelettel a lassó harának a törvényeivel fogjuk folytatni. Egész pontosan egy-két apró érdekes adalékot fogunk a mai napon, a mai órán tanulni, a mai közös tanuláson együtt átvenni. És ezzel tulajdonképpen ezt a témát le is zárjuk majd. A mai rész, amiről fogunk tanulni, az az lesz, az asoharához igencsak köthető, az egész törvénycsokor, amit az utóbbi időkben tanulunk, az utóbbi pár napban tanulunk, pár hétben, hogy a asohara, a lopás, a mellébeszélés, vagy a hazugságnak a tiltása, ezek annak ellenére, hogy nem feltétlenül ugyanarról a halákáról szólnak, vagy arról a törvényről szólnak, de azért éles, illetve szoros kapcsolat van közöttük. És a mai napon arról fogunk tanulni, hogy ugye egyrészt akkor, hogyha az ember, mi van akkor, hogyha valaki szemben áll egy bizonyos, az emberek kétségei vannak akkor, hogy egy lassoharát mondjon inkább el, vagy valakit mentsen meg egy bűntől. Erről fogom tanulni, hogy akkor hogyan kell vélekedni, és hogyan kell ezt a dolgot feldolgozni, és hogyan kell dönteni az embernek. Illetve arról is fogom majd tanulni, hogy egy újabb tiltás, ami szintén a lassoharához tartozik, a halakában, amikor megmentünk egy lelket tulajdonképpen azáltal, hogy valakit nem sodorunk bajba, illetve arról is fogunk már tanulni, hogy illetve valakit megmentünk a bajtól, hogy tudjuk, hogy egy másik illetőt próbálja csőbe húzni, átverni, legyen az biznisz, vagy legyen akár ez spirituális dolgok, illetve arról lesz az még szó, hogy egy bizonyos tiltás, amit úgy hívnak, hogy a fele barátunknak a megszégyenítése a nagy közönség előtt. Ugye ez is egy nagyon különleges dolog, sajnos ettől is óvakodnunk kell majd, de fogjuk látni, hogy pontosan milyen apró részletei vannak ennek a törvénynek. Na, és akkor csapjunk bele, aki bújt, aki nem, megyünk előre, lehány, jó estét mindenkinek, lehány. Következő a kérdés, valakivel beszélgettem tegnap, és szóba jutott a siduh téma. A siduh téma, ugye erről szerintem bizonyára már hallottatok ti is, amikor valaki párt keres magának. És amikor párt keres magának az illető, akkor sokszor előfordul az, hogy van egy bizonyos sátkán kerítő, vagy kerítőnő, inkább mondjuk szebb egy társkeresővel, egy matchmaker, egy olyan hölgy, aki vagy egy úr akár, ez ritkább, de az is előfordul, hogy ő az, aki próbálja a párokat összehozni. Ugye van egy nagy vaskos könyve, és ebben a vaskos könyvben legtöbbször lehet, ez csak a fejében van meg ez a vaskos könyv, de manapság ezt ugye sokan vezetnek is egy ilyen könyvet, vagy az interneten egy dokumentumban, vagy tényleg egy könyvben, ahol sokszor képek is vannak. No, de van úgy, hogy igen, olyan is, hogy a szülei keresnek nekik, való igaz, ilyen is van. De a kérdés az, hogy ha van egy ilyen siduh, próbálunk egy sidukot összehozni, és tegyük fel valakinek, ami a barátjának. Tegyük fel a férfinek, illetve az úriembernek, akit szeretnénk siduholni, akit szeretnénk, hogyha már minél megtalálna élete párját, akkor, és gondolunk valakire, ez a dolog nem jön össze, utána találkozunk egy hölgyeménnyel, akinek tipikusan ez a feladata, kimondottan ez a feladata, hogy ilyen párokat hozzon össze. És ez a hölgy elkezd tőlünk, mint baráttól, az illető a férfiú barátjától kérdezni különböző ügyes-bajos kérdéseket és dolgokat,
amire az ember nem igazán szeretne válaszolni, hogy fél attól, hogy a lassú halálnak a problémát fogja áthágni. Ugye ez nem egy egyszerű dolog, eléggé körmönfont és eléggé sokrétű ez a halálká, és nem lehet azt mondani, hogy mindenre mindig ugyanezt kell mondani, ebben nincs egy ilyen uniform és egy ilyen vallási uniform is, amit egyszer csak ráhúzunk egy ilyen, tehát minden, amit minden egyes szituációra használni tudunk. Amúgy nagy általánosságban jó tudni azt, hogy a legtöbbször, amikor a döntéshozásról van szó, és amikor egy halákát kell érvelni, vagyis hát körültekintően átgondolni, hogy az ember mit mond, és hogy mit is kérdez, az is nagyon fontos, akkor fontos tudni azt, hogy soha nincs olyan, hogy minden egyes szituációban ugyanazt a törvényt tudnánk alkalmazni. Azaz, ugyanaz, tehát nem minden szituáció, nem minden eshetőség arra ugyanaz lesz a megoldás. Lehet, hogy egy apró nyansznyival fog eltérni, jó estét, Zsófi, fog eltérni az egyik történet, az egyik precedens, az egyik példa, az egyik kérdés a másiktól. Lehet, hogy egy számunkra észre se vehető apró részletből fog eltérni, illetve egy olyan apró részlet, ami számunkra észrevehető egész pontosan, de azt gondolnánk, hogy a halakán, a vallásügyi döntvényen ez nem változtat. Bölcsénk minden esetre azt mondják, hogy soha nem lehet, mindig körültekintően kell áttekinteni, átnézni egy ilyen bizonyos kérdést, és úgy kell hozzáni. Mi a kérdés? A kérdés az az, hogy valakit megkérdeztek arról, hogy, illetve megkértek arról, hogy mondjon egy bizonyosan egy pár jó dolgot a barátjáról. Ugye milyen barátról van szó? Jó estét, Sasúr, jó estét. Milyen barátjáról van szó, mondok egyet az én példámból. Nekem is volt nem egyszer olyan, hogy amikor Izraelben tanultam, akkor sokszor hívtak, és próbáltak informálódni, információt cserélni velem, legalábbis inkább kérni tőlem egyes barátaimról, akikkel Esilában együtt tanultam. Ugye azért, hogy nekik feleségjelölteket, feleségeket keressenek, ugye? És ahhoz, hogy valakit összetudjanak hozni valakivel, az le kellett káderezni egy közeli ismerőst, akivel jelen esetben az ember együtt tanul egész nap, látja őt egész nap, mert tántan együtt is alszik fel egy szobában, hogy az illetőnek valóban milyen a fizimiskája, milyen az illetőnek a lelkileg, az illető rendben van-e, nincsenek-e mentális problémái, hasonló dolog. És néha olyan kérdéseket tesznek fel, ami az ember egy kicsit, így mondjuk, hogy finoman nem szívesen válaszol. Most a kérdés az, hogy hol van ennek a határa. Mikor van az, hogy az illetőnek tartózkodni kell egy válaszadástól azért, mert az a sohara. És mikor van az, amikor igenis kötelességem megválaszolni, mert hogyha nem válaszolom meg, akkor lehet, hogy ezáltal a barátomnak fogok ártani. Vagy, ha tudom, hogy a barátom az nem olyan, aminek kéne, hogy legyen, és engem megkérdeznek róla. Például van-e, ugye hozok egy példát erre, van-e valamilyen betegség, az is, én azt mondom, hogy nincs, vagy azt mondom, hogy nem válaszolok, akkor ezáltal lehet, hogy a hölgynek, a jövőbeli feleségnek, illetve hát a feleség jelöltnek teszek rosszat azáltal, hiszen lehet, hogy rajtam múlott ez az egész dolog. Jó. Nézzünk egy ilyen példát, és akkor annak is azt is nézzük meg, hogy az egésznek hol van az eredete. És is hoznék egy egyszerű példát. Az egyszerű példa az az, amit a halakha egy gyerekes, egy valóban egy elég infantilis példa, legalábbis fiatal korunkban, sokunkkal előfordulhatott az, hogy az ember játszott, és amikor az ember rúgja a bőrt, focizik egy kicsit, dobja a kosárlabdát, vagy egyszer csak medincinlabdát, vagy kislabdát hajít a testnevelés órán, akkor véletlenül tegyük fel, teszi azt persze nem direkt, eltalál egy ablakot, és kitörik az ablak. Ha kitört az ablak, akkor erre bölcsénk azt mondják, hogy persze, egyértelműen nem kellene ehhez, nem kell ehhez túl nagy tórai tudás, már csak azért is azért sem, mert az ember, hogyha tórát nem ismerné, akkor is valószínűleg, hogy úgy gondolná esnek, hogy ezt a kárt az illetőnek meg kell, hogy fizesse. Ugye, pont a múlt héten beszéltünk arról, a múlt héten tanultunk arról a Mishpatim heti szakaszban, hogy az ember valamilyen kárt okoz a fele barátjának, az kénytelen, illetve kötelezően vissza kell, hogy fizesse, attól függ, hogy milyen kárt okozott, ellopta, levágta a szarvasmarháját, attól függ, hogy mit csinált vele. És a kérdés az, hogyha tudom azt, hogy egy barátom betörte az ablakot, az illető eliszkolt, iszkiri, elszaladt, és nem tudják, senki nem volt ott szemtanú, illetve fültanú, aki látta volna ezt az esetet, hogy az egyik legjobb barátom az, aki betörte az ablakot. Én voltam az egyetlen egy szemtanú ennek a dolognak, én ezt tudom is,
valóban úgy betörte ezt az ablakot, akkor nekem kötelességem őt, hogy mondjuk úgy, hogy bemószerolni. Ez pontosan nem feltétlenül fogja a mószerolásnak a törvényét átállni, legalábbis majd fogjuk látni, hogy miért nem. Van ilyen tiltás is, hogy valaki tilos bemószerolni, feladni valahol, erre majd egy másik alkalommal. De a Talaha mond el egy érdekes dolgot. Ugye egyrészt mit az ellentmondás? Az ellentmondás az talán az lehet, hogy abban a pillanatban, hogy én azt gondolom, hogy a fele barátomról én rosszat mondok, egész pontosan beköpöm őt, a tanárok elé citálom őt, a rendőrség elé viszem őt, hogy fizesse ki azt az értéket, akkor abban a pillanatban én lassú halált mondok róla, ugye majd, hogy nem mondjuk úgy, hogy rágalmazom valamivel, az a baj, hogy Magyarországon azt mondjuk, hogy rágalmazni, akkor legtöbbször, illetve azt gondolom, hogy nem mindig gondoljuk arra a fogalomra, amire a halakha is gondol, de ez mondjuk számított rágalomnak is, hogyha most abban nem menjünk bele, hogy a dolog igaz-e vagy sem. De tegyük fel a mi helyzetünkbe, ez a dolog is igaz, és nem akarom őt, nem akarok róla lassú halált mondani, mondjuk a tanárnak, hogy ő volt az, aki betörte az ablakot. A kérdés az, hogy milyenkor a jobb megvédeni a közösség vagyonát, ugyanis a közösség vagyona az az ablak. Az ablakot, hogyha ő nem fizeti ki, akkor majd nekik kell kifizetni, vagy valaki másnak, aki egy szenvedő alanya, mondjuk úgy, ennek a dolognak, ugyanis ő neki semmi köze nem volt hozzá, de ő kell, hogy megtérítse majd ezt a kárt, amit az illető okozott, és közben eliszkolt, és nem volt hajlandó felvállalni azt, amit ő tett, az ő tettjét. Akkor ugye azt kell, hogy mondjuk, hogy két látszólagosan egymással mondjuk, hogy partival lévő hasonló súlyozattal bíró halakha áll szembe. Egyrészt nem szabad a másikról a sorát mondani, másrészt viszont ugye meg kell védjem a másiknak a vagyonát. Ugye miről, honnan tudjuk ezt, hogy a másiknak a vagyonát meg kell védeni? Ugye azt mondtuk a Vaikra könyvének 19. fejezetének 16-os versében, Loisai Moidal Damrecha, ne állj a fele barátod vérére veszteg, ami azt jelenti, hogyha tudod, hogy a fele barátodat valaki meglopja, át akarná verni, és ez nagyon-nagyon sok dolognak a fundamentumát is adja a vallásban, illetve a döntéshozásban, a judaizmusban, ugye akkor nekem nem csak az, hogy el kell, hogy szabad elmondanom, hogy ki volt az illető, aki betörte az ablakot, hanem nekem kötelességem ez, pontosan azért, hogy a másiknak a vagyonát ezáltal megvédjem. Most ilyenkor azt mondja Álachán, na jó, rendben van, de ez így van, akkor ez lassú hara is lehet, hogy is rosszat fogok mondani a másikról. Ugye? Erre azt mondja Álachán, hogy abban a pillanatban, hogy az ember egy ilyen szituációban nem vállalja föl a bűnét, a tettét, és onnan elszalad, akkor nekem kötelességem őt, az illetőt rávenni arra, hogy jöjjön vissza és fizesse ki. Ha ez nem megy, akkor ugye próbál, akkor kétszer vagy háromszor is vissza kell, hogy menjen, és az ember meg kell, hogy fedje a barátját, és rá kell, hogy vegye őt arra, hogy amennyire csak lehet, akkor tényleg valóban térje vissza, és fizesse meg ezt a vagyon, ezt a károkozást. Fizesse meg. Ha nem hajlandó erre az illető, akkor mondja Alaha, Loisai Moidal Damra Elcha, hogy ne állj veszteg a fele barátod vérénél, ami azt jelenti, hogy nem szabad a másikat cserben hagyni, és ezt fogjuk látni, hogy ez nem csak anyagilag, fizikálisan, materiálisan jelenik meg a vallásban, illetve a judaizmusban, hanem lelkileg is. Tehát például nem szabad, hogy a másikat az illető lelkileg, mondjuk így, hogy palira vegye, és én tudok róla, és tudom, hogy ő egy csarlatán, tudok róla, hogy egy kurusló, és mégiscsak annak adja ki magát, aki. De még sok ilyen példa van, akkor nekem kötelességem az illetőt figyelmeztetni arra, és kötelességem őróla úgy mond, a másikról a soharát mondani. De pontosan ezt mondja Halacha, Chofetz Chaim azt mondja, hogy ebben a pillanatban az ember de chivan se zezú mitzvasz leacil mamon chaver, én kán iszul a sohar, azt mondja Chofetz Chaim, ugyanilyen híres könyvnek a szerzője, amit már említettem, hogy ilyenkor ez micva a felebarátunknak a vagyonát megmenteni, és ebben a pillanatban az illető én kaniszul lassóhara, nincs is itt lassóhara, nem is beszélünk itt lassóharáról. Tehát ebben a pillanatban
A válasz erre az, illetve azt kell, hogy tudjuk, hogy egy ilyen és ehhez hasonló szituációban, amelyek lehetnek ennél azért jóval szélsőségesebb szituációk, és jóval olyan dolgok, ami tényleg nem ilyen egyszerű példa, hogy betöri valaki az ablakot, akkor tudnom kell, hogy legalábbis van itt egy nagy kérdés, és meg kell kérdezni. Azért azzal vigyázni kell, hogy az ember milyen áhítattal teszi ezt, ugye? Nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos. Ugye mondjuk azt, hogyha valaki azért teszi ezt, hogy valóban tényleg a másiknak segítsen, és a másiknak a vagyonát ezáltal megmentse, segítsen, hogy ne álljon veszteg a másik vagyonának elveszítésén, tehát hogy amikor látja, hogy a másik elveszíteni a vagyonát, vagy tegyük fel valamilyen anyagi kár érni őt egy másik, egy harmadik illető miatt, akkor nekem kötelességem őnek is szólni, hogy ez is ez a dolog történt, és így tudod ezt az illetőt megkeresni, megtalálni hasonló dolog. Most. Amire figyelni kell az, hogy milyen áhítattal megyek oda. Én azért megyek oda, hogy a másikra rosszal mondjak. És tényleg nem azért, hogy az illetőnek segítsek. Az egy nagyon érdekes dolog. Tehát itt van egy ilyen apró kis a határmezsdéje a két dolognak, illetve az akaratban, hogy az ember miért megy oda, a jó akarat miatt megy oda, hogy tényleg segítsen a másiknak, vagy azért, hogy direkt keresztbe tegyen annak az embernek, aki betörte az ablakot, mert egy régi ősellensége, akkor ugye az ember azt mondhatná, hogy oké, ősellenség, feldobom, de ezzel jót teszik a másiknak. Ez attól függ, azt mondja Allah, hogy az ember tényleg csak azért menne oda, hogy a másikat csak beperelj a másik előtt, illetve a harmadik előtt, hogy ő volt az, és őt kéne megbüntetni, és nem az érvei, illetve a mögöttes gondolatai állítat, az valóban ez eléggé, ez nem egy nemes gondolat, akkor ez a dolog, ez valóban átgondolandó, és ez nem olyan egyszerű. Erre azt szokták mondani, hogy ilyenkor az ember, hogyha csak azért menne oda, hogy rosszat tegyen a másiknak, akkor inkább nem menjen oda. Akkor mi történik a közössége vagyonnal? Az attól függ. Hogyha ilyenkor kérdés az, hogy melyik kérje felül a másikat. Hogyha volt ott egy másik szemtanú is, és ő is látta, akkor lehet, hogy nem nekem kell, hogy oda menjek elsőnek, hanem inkább az ember kéne, hogy oda menjen elsőnek, akiről tudom, hogy valóban tiszta szívvel megy oda, és nem azért megy oda, hogy a másiknak keresztbe tegyen. Ugye annak, aki betörte az ablakot. Viszont, ha én is ott vagyok, akiről tudom, nem én, valaki más, aki ott van két ember, az egyikről tudjuk, hogy régi ellensége, ellenfele az illetőnek, aki betörte az ablakot, és ott van még valaki, aki nem is ismeri, akkor jobb, hogyha inkább az megy oda, aki nem is ismeri, ugye miért? Mert akkor egész bizonyosan tényleg csak azért fog oda menni, és az elszaladt illetőt feldobni a tanárnál, a rendőrségen nyitottam ott, mert valóban a közvagyont akarja megmenteni. Ugye? És nem azért, mert hogy rosszat tegyen a másiknak. Tehát erre nagyon-nagyon kell figyelni. Ugye mondtuk azt, tanultuk azt egy pár héttel ezelőtt, szintén pár hónappal ezelőtt inkább, hogy hogyha valakit meg akarunk fedni, és valakit figyelmeztetni akarunk a helytelen cselekedeteire, a helytelen viselkedésére, akkor arra oda kell figyelni, hogy az áhítat, illetve a mögöttes gondolat, amiért mi oda megyünk, az mindig megfelelő. A mozgató rugója az egésznek, az megfelelő legyen. Egészen odáig, hogy erre azt mondják a bölcsek, csak egy apró gondolat ezzel kapcsolatban, amit a múltkor már mondtunk, de ezt jó tudni, és lehet, hogy volt, aki ezt nem hallotta, hogy egészen addig, amíg az ember azért megy oda, hogy jót tegyen a másiknak, akkor ugye dvarim si jót szimmi a lév, mit a szimmi a lév. Az olyan dolog, amit az ember szívét tényleg egy megfelelő áhítattal hagyják el, és tényleg azért megy oda, hogy a másiknak segítsen, és ne azért, hogy a másiknak kárt tegyen, akkor ezekből a dolgokból jó dolgok is születhetnek. Míg ha ez a visszaára fordul, és az illető csak azért megy oda, hogy a másiknak beolvasson, hogy a másiknak keresztbe tegyen, akkor ezek a dolgok, ez pont az, hogy a negatív hatás fognak elérni, és ez nem fog használni senkinek, és ilyenkor jó, hogyha az ember oda se megy. Szóval ez magára az egyszerű példáról. Most térjük vissza, az egyszerű példa után térjünk vissza arra, hogy mi van akkor, hogyha van egy ilyen sidókkérés. Ez azért összetettebb egy kicsit,
Bocsánat, csak hagyd mondjak egy érdekes viccát, hogy még egyszerűbb lesz megoldani, megérteni a dolgot. Ugye van egy olyan halaká, hogyha valaki segít ezt a közvagyont, hogy fogalmazom, visszaszerezni, és mondjuk úgy tanári kézre juttatja az elkövetőt, aki betörte az ablakot, azt legalábbis, és az illető mondjuk kifizeti az ablakot, és nem az iskolának kell, és nem az önkormányzatnak kell, tegyük teljesen mindegy, akkor abban a pillanatban ő megtartam, hogy még egy micvát is. Ugye, melyik micva ez? A Sevet Aveda? Ugye erről is tanultuk már, hogy kötelességünk visszaadni az elveszett tárgyakat. Ugye itt csak elveszett, ugye miért volt itt elveszett tárgy? Mert hogyha nem fizettük volna ki, illetve nem találtunk volna rá arra, aki betöri az ablakot, és ő a későbbiekben nem fizette volna ki az ablaknak az árát, akkor ugye azon túl, hogy az illetőnek a pénztárcáját megcsorbítottuk volna, ezekkel együtt, ugye most, hogy megtaláljuk az illetőt, és őt mondjuk a rendőrség elé citáljuk, hogy a tanárok elé, akkor ugye abban a pillanatban mi megtartjuk az elveszett dolgoknak a visszaszolgáltatásának az elírását. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit a rabbik mondanak. Nagyon fontos tudni azt, hogy amikor sokszor ugye tudjuk azt, hogy az emberben az ösztönléleknek az ármánykodása, a belénk lehet plantált ösztönléleknek az ármánykodása, az végtelen, az egy pillanatra se akar megállni. Sokszor van olyan érzés bennünk, lehet bennünk olyan érzés, amikor ugye egész évben nem törődünk arra azzal, hogy jó, kivéve Jom Kipurka, hogy mikor, mit mondunk, kinek mondunk, hogy mondunk, kinek ártunk ezzel és kinek nem. Gondolkodna, de nem minden percben az életünknek, nem minden percében. Hirtelen, amikor látunk valami olyasmit, ami nem jó. És tudjuk azt, hogy ha ezt a nem jót, erről nem derül fény, akkor abból nekünk is javunk származhat majd. Akkor hirtelen az ember belőjön egy olyan kis, hang, egy ilyen belső hang, ami azt próbálja neki táplálni és mondani, hogy inkább ne mondja el a másikat, ne mondja el, hogy mit látod, ne köpje be. Ne mondj orra lassan harát, mert az tilos. Ugye miért? Mert hirtelen akkor mindenki szent lesz, és azt mondja, azért nem mondom, mert ez lassan hara. Ugye ezt mindenki tudja, rágalmazni, nem rágalmazni, pletykálni róla. Múlt héten belementünk, hogy mi a különbség a két fogalom között. Szerihledát, tudni kell azt, hogy a lassan hara, és általában a halaká, az nem azért van, hogy ilyen és hasonló szituációkban az embert, aki mondjuk úgy, ha minimálisan is, de büntetés érdemel, legalább olyan szinten, hogy kifizesse az által okozott kárt, akkor a halakának a vallásügyi törvényeket nem arra kell használni az ember ezáltal, hogy ezáltal befedje és elpalástolja az illetőnek a bűneit, mégpedig lenne lassan hara tiltásának, köntösébe öltöztetvén azt, hogy valóban tényleg azért maradt távol ettől a dologtól, és azért nem mondta el, hogy kitörte az ablakot, mert az lassan hara lett volna. Mert egy az, hogy ebben nincs lassan hara az előbbiek mondattak alapján, kettő pedig ilyenkor tényleg ez egyből kiderül, hogy csak az ösztönléleknek a játszadozása az emberi lélekben. Ugye hirtelen mindenki azt gondolja, hogy ez lassan arra, hogy nem szabad. Amikor arról van szó, sokkal kisebb dolgokról, sokkal kevésbé fontos dolgokról, vagy akár nagyobb dolgokról is, de minket kevésbé érintő dolgokról, akkor az illető tényleg az első, aki odaszalad. Ilyenkor viszont ezt némán hallgatunk. Az igazság az, hogy ez pont fordítva kéne, hogy legyen, és egy ilyen szituációban is kötelességünk szólni, hogyha az illető nem hajlandó a megfedés ellenére kifizetni ezt a kárt, vagy az illető nem hajlandó tárgyalni legalább erről az adott szervekkel, hatóságokkal, a tanárokkal, teljesen mindent, hogy kíván, akkor a mi feladatunk az, ahogy mondtuk az előbb, hogy lószám, hogy a damrejecha, hogy ne álljunk vesztig a fele barátunk férjénél, azaz úgy testileg, mint pedig lelkileg védelmezni az illetőt, akinek ezáltal ebből problémája akadhatna. Ez fontos tudni. Most akkor térjük vissza a sidúhoz.
A példa az az volt, például engem felhívtak, és az elején, amikor elkezdtek a barátokról érdeklődni, nem mondom a nevét, hogy lassú arra legyen, még hogyha nem is ismertek, akkor is lehet lassú arra, ez érdekes dolog, hogy én egyszerű kérdésekkel indított a hölgy, hogy jól tanul-e, jön-e az órákra, hát, hogy kicsit jobban megismerni az illetőt, hogy valóban kifia a borja. Aztán te bementek egy kis kényesebb kérdésekbe, ami már nem igazán éreztem magam olyan túl jól ezekkel a kérdésekkel. Nem én, mert nem róla van szó, illetve nem azért, mert róla van szó, mert hisz nem róla van szó, csak ott valóban végigfutott a fejemben az, hogy mi az a kérdés, amire lehet válaszolni, és mi az, amire nem lehet válaszolni, és hogyha lehet válaszolni, hogy kell válaszolni ezekre a kérdésekre. Erre azt mondjuk, hogy azt mondja, hát az eser Balástól nem mond igaz, hogy haszosolom. Nem erről van szó, csak nagyon kell tudni, hogy mit szabad mondani, és mit nem. Először is, hogyha olyan kérdést kapunk, amire tudjuk, hogy ez lassóhara lehet, akkor azt tudunk kell, hogy nem feltétlenül a mi feladatunk az, nem a feltétlenül a mi feladatunk, hogy egy ilyen dologba döntsünk, vagy mondjunk. Például az illető jó tanuló-e, vagy például az illető, tegyük föl, van-e valami mondjuk, hogy hozzunk egy szélsőséges példát, az illetőnek van-e valami betegsége. Most ez egy olyan dolog, hogy egyrészt, ugye lassóharam múltkor tanultuk, hogyha valakiről rosszat mondunk, hogy valakinek káros hatással lesz ez a dolog, és nem kell, hogy mindkét kritérium teresüljön, hanem elég, hogy az egyik teresül, akkor az már kimeríti a lassóhara törvényét, és ez tiltott dolog. Ezzel szemben viszont ugye az ablaktöréses szituációval, a szituációhoz hasonlatosan azt is tudnunk kell, hogy néha nekünk bizony őrt kell állunk a felebarátunk lelkénél, testénél, anyagi dolgainál. Mert szerintem, hogy nem, ha nem is őrt állunk, bocsánat, inkább úgy fogalmaznék, hogy ha látom, hogy van valaki, aki ki akar őt rabolni, vagy el akar őt téríteni, akkor az én kötelességem, hogy szóljak. Most a kérdés az, hogy valóban az én kötelességem az, hogyha engem megkérdeznek. Erre azt mondjuk, hogy ez attól függ. Ugye, ha engem nem kérdeznek, tehát nem kérdeznek arról, hogy tegyük, tudom, hogy az illető egy pszichopata. Oké, Isten mencs, hogy ilyen legyen. Köszönöm, csak egy szélsőségesebb példa, könnyen lesz megérteni. Vagy tudom azt, hogy van egy nagyon-nagyon-nagyon komoly mentális problémája. Akkor az előbb mondottak alapján lehet, hogy én vagyok az, aki megmentetni a lányt, a hölgyet attól, hogy valamilyen nagyobb probléma esen abból. Tehát tegyük föl, az illető nem akar kitárulkozni olyan nagyon majd a találkozókon. Ez csak ilyen találkozó előtti informálódás, egy ilyen kis információ keresés ugye a barátoknál. Aztán, hogyha attól kell tartanunk, hogy az illető nem fogja ezt elmondani, akkor bizony nekünk el kell mondani. De az ilyen szituációban, amikor a sidukról van szó, és még azért előtelefonálgatások vannak, és direkt ezért hoztam ezt a példát, mert itt nem mi döntjük el, és hogyha itt minket nem kérdeznek meg, akkor nekem nem kötelesség elmondani, mert tudom azt, hogy a barátom egy vallásos, egy nagyon hitbuzgó emberke, valószínűleg nem fogja lehazudni a csillagokat az égről, és el fogja mondani, hogyha neki van egy komoly mentális problémája, valami történt vele, nem a mi dolgunk. Szóval ebben a pillanatban, hogyha nem kérdezik meg, akkor nekem nem kell elmondani. Főleg, hogyha ugye, ha viszont megkérdezik, azt hallottad el, hogy van egy bizonyos ilyen és ilyen problémája. Ha biztos vagyok benne, akkor utána meg kell kérdezni az illetőt, hogy valóban miért tőlem kérdezi ezt. Ezt szerintem célszerű valakitől mástól megkérdezni, nem vagyok orvos, nem értek hozzá, nem tudom. Szóval ez nem kitérő válasz, de egészen addig, hogy az ember nem biztos abban, hogy valóban ez az a probléma, akkor szintén tilos ezt mondani. Aztán utána meg én azt kell neki mondani, hogy ezt nem szeretném én eldönteni, ezt kérdezze meg mást, lehet ezt mondani. Viszont az megint más, ha tudom, tehát ezekben a szituációban az ember nem kell, hogy elmondja. Viszont az, ha tudom, hogy már valóban ott jár a dolog, hogy a találkozgatnak, és az illető még valahogy a fülembe jutott az, hogy nem tárulkozott ki egészen, és nem árulta el, hogy például, hogy mentő, vagy például, hogy ilyen vagy olyan dolgot, akkor utána, ha én ezt tudom, és megbizonyosodtam arról, hogy az illető tényleg egy pszichopata, tegyük fel, megyünk, csak nagyon rossz példa, de talán így könnyebb lesz megérteni. Akkor
és még nem vette rajta észre a hölgy, akkor igenis van egy olyan dolog, hogy nekem kötelességem közbelépni. Tehát mindig kell mérlegelni, hogy a szituáció, mi a szituáció, pontosan tőlem mi múlik, hogy ez objektív, szubjektív a dolog, hogy lassúra lesz, ki előtt lesz, tehát tényleg át kell gondolni. Tehát ez egy érdekes dolog. Az ember inkább nem mondja semmit. Volt egy nagyon érdekes, olvastam nagyon szép történetet, volt egyszer egy haszid emberke, aki, szóval Gemárában is van egy ilyen történet, aki annyira szigorúan vette azt, hogy tényleg csak azt mondja el, amit ő tud, és amiben biztos, hogy meséljük egy alkalommal, hogy amikor bement a zsinagógába, és esett az eső, szakadt az eső, és belépett, akkor az illet, aki ugye az első nagy megrökönyödés az embereknek, akik már nem voltak kint, tegyük fel, hosszú percig voltak, még mindig, hogy ennyire szakadt kint az eső? Az illető nem azt mondta, hogy igen, mi mit mondanánk? Persze, igen. Hát szakadt, hát most jöttünk be. Csak kérem tisztelettel, lehet, hogy az eső az alább hagy mondjuk 2 másodperc alatt, és már eltelt 1/2 perc, hogy megkérdezték őt. Az élete nem azt mondta, hogy esik, azt mondta, hogy az előbb, amikor kim voltam, akkor még esett az eső. Tehát nagyon kell figyelni arra, hogy még egy ilyen apró dologban sem füllentsen. Ugye ezt a példát amúgy említettem a múltkor, jól emlékszem. Tehát nagyon kell tudni azt nekünk is, hogy a dolog az valóban igaz-e. Hogy tőlem mi függ, hogy ha én, tehát hogyha nem rajtam múlik, illetve nem kérdezik meg explicit ezt a dolgot, akkor nem feltétlenül kell, hogy elmondja, mert ez ugye lassú hara is lehet. Mert az illető úgyis el fogja magáról mondani, és engem meg se kérdeztek pontosan erre a kérdésre, akkor meg mit fecsegek. Szóval ez egy érdekes dolog. Oké? Okay? Egy pillanat. Ugye a következő dolog, amiről szerettem volna még beszélni, az, hogy ahogy mondtam, hogy a fele barátunknak a megszégyenítése. Ugye ez egy nagyon-nagyon szigorú tiltás. A valakit, illetve senkit nem szabad megszégyeníteni a fele barátunk. A fele barátunkat a nagy közösség előtt, de még mások előtt is, hogyha kis közösség van, akkor se szabad, és nem is szokás. Erről nagyon... Erről nagyon szigorúan vélekednek a rabbik, és azt mondják, hogy, hogy ez egy eléggé nagy bűn, hogyha valaki ezt csinálja. Mindjárt felé is olvasom a Tórából, hogy hol van írva. És... azt mondja, Halaká Mózes 3. könyvében, ugye mindig próbáljuk megtalálni azt, hogy hol van írva a Tórában, ugye? Mert nem csak azért, mert ugye vannak azok, akik azt mondják, hát nincs benne a Tórában, az csak rabbinikus, akkor az nem is olyan fontos. Amúgy benne van. Azt mondja a Tóra, Mózes 3. könyve, azt mondja Halaká, Aszul ledel a cerez haveiroj be dibó, ve iszul ze nikra önnáz dvani. Ez a tilos, hogy a barátját megbántja az illető, vagy rossz érzést okozza neki, inkább így mondanám. Ezt tudják, hogy önnáz dvani. És az egész zenedete az ott van írva a Tórában, Mózes 3. könyvének 25-17, ne csalja meg senki a honfitársát, féld az Istenedet, én vagyok a teremtő. Ugye itt van leírva ez a dolog, és a bölcsek innen vezetik le. Mit jelent ez? Egész pontosan ne bántsa meg a másikat a szavaival se. Mit jelent ez? Ugye hajlamosak vagyunk azt mondani, hogyha látjuk valakinél, hogy valami rájár a rúd, és a bajmalami szúri, most tényleg sok rossz történik az életében, akkor ugye van, aki azt mondja, hogy kenére esetek te, káh, már is ott kakadosba,
Tehát úgy néz ki, hogy te tényleg sokat rossz fát tettél a tűzre, és sokszor, ezért most az örökkévaló lesújt rád. Az ember, ugye elvileg, tehát mi vagy nem vagyunk jósok, és nem vagyunk proféták se, azért nem vagyunk abban biztos, nem lehetünk abban biztos, hogy ez miért történt vele. De nem csak ezért. Maga az a dolog, hogy az ember ilyet mondja a másikra, az egy tilos dolog. Azt mondja, Álechen, nagyon érdekes. Erre tényleg kell vigyázni. Az ember akar vagy akaratlanul is elhagyhatja a száját egy-két ilyen mondat. Egy olyan dolog, egy érdekes dolog, egy olyan szituációban, amikor az ember tudja azt, hogy a barátja ezt nem fogja, ez a barátját ezt nem fogja bántani, akkor szabad egy dolgot elmondani neki. És erre azt mondjuk, hogy főleg, hogyha az ember úgy adja elő, ez egy építő kritika legyen, és nem csak egy ilyen sima megszólás, vagy megfeddés, akkor az még hasznos is lehet. Azt mondja, Alaha, ve imma bina spring haver barabi mari ze hari hu kailu shif khadam. Shbaru bushat tkhila amayt alaha kan dam min mustaglak bi pina wa hu nas khifa. Wow, elég szarkasztikus szavak ezek. Azt mondja, az az ember, aki a fele barátját megszégyeníti a többség előtt, vagy a nagy közösség előtt, és egész az egyik, hogy az illető elfehérül, tehát ugye tudjátok azt, hogy valaki elbasad, elsápad, és az úgy fog kinézni, mint egy halott. És főleg akkor, hogyha az illető, ahogy mondtuk a lassú harálás, hogy bal lassú harál, itt is az, hogy az ember sokszor csinálja ezt egymás után, legalábbis nem csak egy intermitáló, hanem valóban ezzel sokszor van így, hogy valakit megszégyenít a többség előtt, akkor azt mondják, bölcsénk, én a helek lajlom a bal, akkor ennek az embernek, bölcsénk úgy nyilatkoznak róla, hogy ennek az embernek nincs része a túlvilág üdvösségben. Hú, jelenleg, én a bal, én a jelenleg. És ezt az embert lefogják, ez az ember a paradicsom helyett ugye, a pokol tüzére fog jutni, a pokolba fog jutni, és onnan nem is kerülhet fel majd az édenkertbe. Ezért ugye írja Halacha is, hogy nagyon kell figyelni arra, hogyha valakiről, az ember valakiről kitálol, még akkor is, hogyha a dolgok igazak, akkor is nagyon kell erre vigyázni. Ugye múltkor beszéltünk az újságírásnak különböző fortéjairól, hogy mit szabad és mit nem. Legalábbis érintőlegesen beszéltünk erről. És azt mondja Rabbi Simon a Gemarában. Rabbi Simon Jochai azt mondja, Noach lajla adnám, si pila acmül le kifsena és állírbil pedig a haverobe rabbi. Jobb az embernek, jobban érzi magát, jobb az embernek, hogyha szívesebben dobná az ember magát a parázsba, az égő tűzbe, mint hogy sem megszégyenítse a fele barátját, elfehérítse a fele barátja orcizáját a többség előtt, a nagy többség előtt. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy Tamártól lehet ezt tanulni, hogy ő volt az, aki inkább hajlandó volt a tüzen elégni, csak hogy ne mondjon Jehudáról rosszat. Ugye ez a Bereshit történetéből, Bereshit könyvének a történetéből olvasható. Alaha kitér egy dologra, és ezzel fejezzük be. Alaha azzal fejezi be, illetve mi is azzal fejezzük be, hogy az az ember, aki viszont rossz, aki rossz ember, igazság szerint valóban nem határoztuk meg pontosan, hogy kiszámít a rossz embernek, ezt mondja egy másik alkalommal, de nagyjából azért lehet róla fogalmunk. Ava mi se óra sem utal el vinoj, kedili innen, ez a drabi, mert elkezd be drachav. Azt mondja, viszont, hogyha van egy olyan ember, aki rossz ember, akkor ezt az embert szabad megszégyeníteni, csak azért, hogy a többiek nehogy az ő útját járják. Az ő útjára térjenek majd rá. Ez szintén a talmudi alapokon nyugszik ez a halakha. Jó, akkor foglaljuk össze, hogy mit tanultunk ma, és ezzel ezt a témát lezárjuk. Ugye ma arról tanultunk,
lassan orrával folytattuk, és ez az utolsó óra ebben a témában. Arról beszéltünk, hogy mi van akkor, ha az ember egy különleges, egy nehézkesnek tűnő döntés előtt áll, ahol is lassan harab helyezkedik rá az egyik oldalon, illetve annak a tiltása az egyik oldalon, másik oldalon viszont az, hogy akkor egy olyan dolgot fog elmismásolni, amiről ő tud. Kezdtük az ablakbetörés példájával, és folytatjuk a sidok példával. Aztán abban is belementünk, hogy ennek a részleteibe belementünk, és a végén arról tanultunk, hogy hát van a spanim, hogy mennyire és milyen szigorúan tiltott, mennyire tiltott dolog a fele barátunknak az arcát elfehéríteni, egész pontosan valakit szégyenbe hozni, akár kis, akár egy pár ember, akár egy nagy közösség előtt. Erre mondtuk, hogy Rabbi Simon Bar Yochai azt mondta, hogy inkább az emberek a tűzre vetették volna maguk, inkább az ember szívesebben veti magát a tűzre, az égő parázs, mint hogy sem valakit megszégyenítsen nagy közösség előtt. Jó, akkor jönnek az ismétlő kérdések, drága barátaim, és akkor utána egy újabb témával folytatjuk csütörtökön a Purimról fogunk tanulni. Itt a teremtő segítségével egy kis halacha is lesz, és lesz zsidó misztika leginkább. Csütörtökön este 9-től, most pedig akkor ismétlő kérdések következnek. Drága barátaim, billentyűket szeretném, hogyha a klaviatúrára helyeznétek, vagy az érintőképernyőre, vagy a gombokra. Első kérdés, melyik talmudi hős volt az, tórai hős, akit említettünk, hogy inkább nem hozta rossz hírbe Jehudát. Csak hogy nem mondjon róla a soharát. Első, Noé, egyes gomb Noé, kettes gomb Mikhael, angyal, hármas gomb Tamár. Melyik tórai ikonikus szereplő volt, aki Jehudát nem akarta megszégyeníteni? Egyes, kettes, hármas. Melyik a helyes? Ez a kérdés. Szuper, nagyon jó, ideig csak jó megoldást láttam. Csúcson kell abba hagynunk, nagyon jó, valóban hármas volt a Támár volt a főhős. Következő kérdésem, a Tóra melyik könyvében volt az utóbbi pár alkalomban, nagyon sokszor beszéltünk erről, sokszor is mondtam, hogy melyik könyvben van. A Tóra melyik könyvében van írva, hogy ne állj a fele barátod vérénél vesztek. Segítek egy kicsit, hogy könnyebb legyen. Mondjuk úgy, hogy a Proféták könyvében van írva, Mózes első könyvének első heti szakaszában van írva, vagy a Vaikra, a harmadik könyvben van írva. Toiras Kornin. Melyik? Na. Nagyon jó, a helyes válasz az a Vaikra könyvében van írva. Nagyon jó. Oké, ezek voltak is apró részlet kérdések, most pedig akkor jönnek a nehezebb kérdések. A kérdésem az az, hogy van egy úriember, aki ellopott a boltból egy tévét. Ez az úriember, ez az én barátom. Senki más nem látta, csak én. Ellopta a tévét, és én attól félek, hogyha elmondom ezt a bolt tulajdonosának, akkor ez lassóra lesz. Az én haverom, az én barátom rossz kedvében van, nem tágít, és nem hajlandó magát feldobni, és visszamenni, kifizetni, vagy visszaadni a tévét, vagy kifizetni az okozott kárt. A kérdésem az az, hogy tegyük fel, ez egy olyan bolt volt, ahol még a tulaj legyen hitsorsos,
az én barátom is az, meg én is az vagyok. És van még ráadásul egy olyan szereplő is, aki ott volt, de nem látta a történteket. És volt ott még valaki, egy mentős, aki látta a történetet, de nem akart nyilatkozni, mert nem volt benne biztos, hogy felismeri ezt az illetőt, aki lopta a tévét. Kérdésem az az, jó, mert paprikáztam a történetet, kérdésem az az, hogy szabad-e nekem lassú harát mondani a barátomról? És azt mondtuk, hogy ez nem feltétlenül meríti ki a mószerolásnak a törvényét. Sőt, szabad-e? Egyes kérdés, vagy egyes válasz az, hogy nem szabad. Kettes válasz, hogy szabad. Hármas válasz, szabad, de nem nekem, hanem csak úgy, hogy én elmondom az egyik hozzátartozónak, és majd ő fogja elmondani a boltos bácsinak. Bam, 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 bam. Ha a választ írjátok, akkor az is jó. Nem, igen, vagy boltos bácsi. Meg a barátaim, két válasz. Na, a helyes válasz az az, hogy nem csak az, hogy szabad, hanem kell. Ugye ezt mondtam, hogy most nem mennék bele az összes példába, az összes apró nüanszba, a részletbe, olyan akkurátosan, ahogy tettem azt egy pár perccel ezelőtt, azt mondtuk, hogy szabad, nem csak az, hogy szabad, hanem kell. Aki azt arra tippelt, hogy kell, és jó gombot nyomott, azoknak gratulálok. Utolsó kérdés az az, hogy szabad-e nekem egy barátom és egy ismerős hölgy össze szeretne jönni, és én tudom, hogy a barátom szereti azt, hogy a süt a nap. És nekem, ha engem megkérdeznek, akkor szabad-e elmondanom ennek a lánynak, hogy engem kérdez, hogy a közös barátunk szereti a napsütést. Szabad elmondanom. Egy, szabad. Kettő, nem szabad. Három, szabad, de csak akkor, hogyha a lány is szereti a napsütést. Egyes. Szabad elmondanom, hogy szeretem napsütést, hogyha a lány tőlem megkérdez, hogy a fiú az, akivel összepróbáljuk hozni, érdeklődik, vagy hogy ő szereti. Kettes, nem szabad, hármas csak akkor szabad, hogyha ő is szereti. Ha jól látom, akkor az összes szituáció, az összes lehetséges válaszra adtatok voksot. Van, aki a kettest, annak az egyes, annak aki a hármas tippelte. Néha azt gondolom, hogy ti összetelefonálgattok otthon, hogy akkor te írva a hármast, én a kettest, és akkor valaki csak nyer. Ne, vicceltem. Az igazság az, hogy ebben, ez csak egy becsapós kérdés volt, ebben nincs semmi a sor. Ez tényleg egy olyan dolog, hogy nem ártunk, nem károk, nem mondtunk rosszat, elkérdezte, nem hazudtunk, elmondtuk. Nem. Ha a lány nem kérdez, akkor is el lehet mondani. Ez egy tipikus olyan dolog, valaki az előbb kérdezte, hogy miről lehet beszélgetni. Sok mindenről amúgy tett, sok mindenről lehet. Erről is. Igen, tehát ez nem probléma. Nézzük a kérdéseket, drága barátaim. Hát az igazság az, drága Ákos, hogy és amúgy mindenki, aki ezen gondolkodik, ez nagyon jó kérdés. Egy nagyobb társaságban, de egy kisebben is az ember nagyon kell, hogy tudja, hogy miről beszél és miről nem. Én megfordítanám inkább az az igazság, hogy az a fura, hogy nekünk csak úgy beszélgetünk, és nem gondoljuk át, hogy miről beszélünk, és hogy mit mondunk, és kinek mondunk. Az tényleg jó, hogy az ember lenne kicsit récselni, beszélgetni, smúzolni,
ez egy, tényleg jó, tehát ez valóban jó, csak azért óvatosan kell, hogy, hogy mit szabad és mit nem. Szóval ez tényleg egy érdekes dolog. Szóval azt gondolom, hogyha valaki lassan arra törvényét szigorúan veszi, akkor azért az átbeszélt órák száma az némileg csökkenni fog, de talán nem is olyan nagy baj az. Lehet tartalmasabb dolgokra folytani az időt, mint hogy sem holmi némi nemű fecsegésen, persze nem degradálom, és nem dehonestálok senkit, csak mondom, hogy van ilyen. Oké, drága barátaim, tisztelt egybegyűltek és hallgatók, nézők, ennyi fért a mai órába. Csütörtökön találkozunk, már Purimról fogunk tanulni, a kabala és a vallások tükrében is. Egyaránt mindenkit szeretettel várok csütörtökön 9 órakor, és remélem, hogy akkor is velem tartotok. Mindenkinek gute nacht, jó éjszakát kívánok. Lájlatov.